Kedves nézőink, december 18-án 18 órától karácsonyi presszóval várja Önöket a Kazincbarcikai Városi Televízió. Műsorunkban a Zsédával, a Kálai Szandersonással, a Karamellel és a Koncz Gáborral készült sztárinterjún túl találkozhatnak Kis Csabával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával, de vendégeink lesznek a Gyermekek Háza Kézműves Ház munkatársai, akikkel karácsonyi díszeket fogunk készíteni, és természetesen velünk tart majd Szitka Péter polgármester úr és Klimon István a polgármester úr is, akikkel kicsit rendhagyó módon, de értékelni fogjuk a 2014-es esztendőt. A műsor ideje alatt rengeteg játékkal és még több nyereménnyel várjuk Önöket. Ha tehetik, december 18-án 18 órától tartsanak velünk. Köszöntöm nézőinket! Ez a KVTV híradója december 11-én a Kazincbarcikán és a térségben történt legfontosabb események összefoglalójával. Téli krízis időszak, telt ház a hajléktalan szállón. Könyvbemutató és sörkóstolás. Guba Péter mutatta be könyvét a nagy érdeműnek. Kiállítás dömping Kazincbarcikán, 3 tárlat látogatható. A tél kezdetével egyre több hajléktalan keresi fel a kazincbarcikai éjjeli menedékhelyet és nappali melegetőt. Az intézmény az átmeneti szálláson túl különféle módon, többek között étellel, meleg ruhával és gyógyszerrel is próbálja segíteni a rászorulókat, s bár kapacitásuk véges, senkit nem utasítanak el. A téli krízis időszak minden évben november 1-én kezdődik, és a következő év április 30-áig tart. A fedél nélkülieket súlyosabban veszélyezteti a hideg évszak, a lehűlés. Ez az időszak fokozott odafigyelést kíván a szakemberektől is. Kollánt Zoltánné a kazincbarcikai éjjeli menedékhely és nappali melegedő vezetője a KVTV híradójának azt mondta, az intézményük forgalma már október közepétől megélénkül, szinte folyamatosan 70-80 fő körüli létszámmal működnek, ami kiemelkedően magasnak mondható. Egyébként az éjjeli menedékhelyünk befogadó képessége ez 50 fő hivatalosan, krízis időszakra engedéllyel, tehát hivatalos engedéllyel növelhetjük meg 15 fővel, ami 65 főt jelent, tehát ágyszámban. Na most az e feletti létszámnak pedig vendég ágyakat vásároltunk. Akik így sem férnek el, azoknak úgynevezett fektető szivacsokat biztosítanak. Az intézményt is működtető Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ célja ugyanis az, hogy a lehető legtöbb fedél nélküli embernek próbáljanak segíteni abban, hogy átvészeljék a téli fagyokat. Vasárnapokon és a frekventált ünnepnapokon rendszeresen főznek is a 80-90 főre, bár a meleg ételre nagy az igény, nem csupán a hajléktalanok, de a nehéz sorsú családok szépkorúak körében is. Most az ünnepekben körülbelül 7 főzést tervezünk, tehát ez a karácsonyi időszak és a köztelévő napok, és hát erre óriási az igény, és van, aki sajnos csak ilyenkor jut meleg ételhez, ami nyilván a krízis időszakban, a téli időszakban nagyon fontos. Kollánt Zoltánné azt mondja, az intézmény munkatársai senkit nem utasítanak el. A nappali melegedési, mosási, főzési és az éjjeli alvási lehetőségen túl konzervvel és egyéb tartós élelmiszerrel, meleg ruhával, takarókkal, pokrócokkal és akár gyógyszerekkel is segítik a fedél nélkül élőket. Munkaterv szerint ülés tart Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete december 15-én hétfőn. A 10 órakor kezdődő tanácskozást 13 órától felvételről vágatlanul láthatják a KVTV csatornáján. Kazincbarcikán mutatták be Guba Péter Mesék habbal, avagy Borsodi Sörmesék című könyvét szerdán. A rendhagyó eseménynek a Mezei István Művészeti Központ adott otthont, ahol a dedikálás mellett a barcikai csodasör és különböző sörkorcsolyák is megkóstolhatóak voltak. Éppen ma kóstolhattam meg először a fahéjas almás adventi különlegességét a HBH-nak, amit csak ajánlani tudok mindenkinek, mert valóban egy nagyon kellemes zavatú karácsonyi hangulat, az adventet elénk és közénk hozó italt tartok a kezemben.
Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere, annak a könyvnek a rendhagyó könyv bemutatóját, melynek írója a HBH Sörház által főzött sört hozza össze egy középkori legendával. Lempokner Zsolt, a vállalkozás ügyvezetője köszönetet mondott, hogy a könyv bemutató megszervezésében segítséget nyújtott számára a város és a Barcika Art Kft. Mint mondta, a sörüket 20 éve főzik azonos recept alapján, és igazi ünnep számukra, hogy erről a sokak által kedvelt nedűről ez a könyv is megemlékezik. Mikor legelőször a Péter megkeresett engem ezzel a gondolatával, akkor én ezt egy igen pozitív kezdeményezésnek találtam, és örülök neki, hogy a mi sörünkre esett a választás. Guba Péter, a Mesék habbal, avagy Borsodi Sörmesék 1 című könyv szerzője 17 éve dolgozik élelmiszerbiztonsági felügyelőként. Ő ellenőrzi a kisüzemi sörfőzéket a megyében. Mint a KVTV híradójának elmondta, munkája során úgy tapasztalta, hogy a borokhoz hasonlatosan rengeteg kiváló minőségű sört is gyártanak, még sincsenek köréjük olyan legendák szűve, mint a szőlőből készült nedükhöz. Könyvével ezen szeretett volna változtatni. Ez kifejezetten a Kazincbarcikai HBH sörről szól ez a kis kötet. Véletlenszerűen jött össze a főtörténet. Vadnán jártam, és ott láttam meg az útszélén, hogy itt valaha husziták várat építettek, és csak Mátyás királyból tudta őket kiverni az országból. Ez a történet megragadta a fantáziámat, és sikerült összehozni a barcikai sörrel. A rendezvényen a könyvdedikálás mellett a résztvevők kérdéseket is feltehettek a szerzőnek, részletesen bemutatták a könyvet, majd maga a szerző mesélt az írás szépségeiről és rejtelmeiről. Közben különleges sörkorcsolyák mellett még különlegesebb söröket kóstolhattak meg a résztvevők, és személyesen is beszélgethettek Guba Péterrel. A reneszánsz történethez az este folyamán a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai biztosítottak hamisítatlan reneszánsz zenét. A szerző kiemelte, mint ahogy a könyv címe is jelzi, sorozatként kívánja folytatni a borsodi sörmeséket, hiszen a megye számos olyan legendát adott, mely érdemes arra, hogy a kollektív történelem tudatba is bekerüljön, és ezeket sok-sok kiváló sörrel tudja majd összekötni. Buszbaleset a 26-os úton, korszerűbb lett a munkacsarnok, véget értek a szalagavatók, szakszervezeti értekezlet az Egresiben, kiállítás a Gimi Galériában. Képes híreink következnek. Menetrend szerinti autóbusz ütközött nyerges fontatóval a 26-os főúton a Borsod-Kem 4-es portája előtt múlt pénteken délután. A KVTV értesülései szerint a Miskolcról Kazincbarcikára tartó gyorsjárat hátsó futóműve hibásodott meg, emiatt a csuklós autóbusz hátsó része áttért a másik sávba, ahol a Borsod-Kem parkolójából elinduló nyerges fontatónak, majd egy személyautónak ütközött. A balesetben személyisérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. December 1-e óta ismét fogadja a sportolókat a Kazincbarcikai Sportközpont munkacsarnoka. A sportlétesítményben november 2. felében kezdődtek felújítási, karbantartási munkák. A két hetes leállás alatt a munkacsarnok elavult konvektorait korszerű vákumrásegítéses légbeömlőkre cserélték, felújították a világítási rendszert, orvosolták az épület szennyvízelvezetési hibáit, valamint az öltözőket és az aulát is felújították. Novemberben, decemberben zajlanak a szalagavatók országszerte. A kazincbarcikai középiskolák közül elsőként a Surányiban tartották meg a szalagavatót, majd a Domboszkóban és a Deákban, végül az Irinyiben és a Szaléziban. Kazincbarcikán több mint 700 diák kapta meg a középiskolai tanulmányok végének közelettét jelző szalagot az elmúlt 3 hétben. Értekezletet tartottak a pedagógusok szakszervezetének megyei szervezetéhez tartozó nyugdíjas tagozatok december 8-án az Egresi Béni Művelődési Központ klubtermében. Az eseményen előbb a házigazda Idővár nyugdíjas kulturális klub mutatkozott be, majd beszámolót hallgathattak meg a november 22-i a szakszervezet által szervezett demonstrációról. A rendezvény során az érdekképviselet tevékenységével és Kazincbarcikával, a színes várossal is megismerkedhettek a résztvevők. Csíkok világa címmel nyílt tárlat szerdán a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban. A Gimi Galéria idei utolsó kiállítása a barcikai tűzők munkáit vonultatja föl. A megnyitó a Szalézi kórusának karácsonyi dalaival kezdődött, majd Halász Mónika, az iskola pedagógusa méltatta a barcikai tűzők tagjait, illetve munkáikat. A tárlat december 19-éig tekinthető meg.
Karácsonyi hangulat címmel nyílt tárlat a Gömöri Kézművesek Társulásának munkáiból szerdán a Mezei István Művészeti Központban. Ezzel párhuzamosan egy régi karácsonyi képeslapokat felvonultató tárlatot is láthat a nagyközönség a Gyermekek Háza kézművesházban. A kiállítások ünnepélyes megnyitóján Neszárdeli Gyula, a Sajómenti Népművészeti Egyesület alapítója szólt a Gömöri Kézművesek Társulásáról, annak tagjairól. A Gömöri Kézművesek Társulása 2002-ben alakult polgári társulásként, azzal a szándékkal, hogy újjáéressze a hagyományos mesterségeket, a történelmi Gömör megye kézműves hagyományainak tárgyalkotó kultúrájának megőrzését, a kézművesség iránti érdeklődés felkeltését. A tárlaton 27 alkotó, 150 darab munkája tekinthető meg a Mezei István Művészeti Központ földszinti kiállító termében. A megnyitón a különleges alkotások mellett a kazincbarcikai citerazenei műhely tagjai varázsoltak igazán ünnepi hangulatot. A magyar népi húros hangszeren egy népszerű karácsonyi dal is megszólalt. A Gömöri Kézművesek Társulása és a Sajómenti Népművészeti Egyesület 6 évvel ezelőtt kötött együttműködési megállapodást. 4 évvel ezelőtt a Kézművesség Határok Nélkül című közös tárlaton mutatkoztak be Kazincbarcikán. Nagy György, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke szerint az együttműködés azóta is folyamatos és példaértékű közöttük. Kazincbarcikai alkotókkal, ha mondom, Horváth Zoltótól kezdve a goblen készítőkig, a folkvarókig, a bőrösökig, szinte heti kapcsolatban vagyunk. Ez azt jelenti, hogyha nálunk rendezvény van, nálunk nincs rendezvény kazincbarcikaiak nélkül, és úgy látom, hogy ma Kazincbarcikon is egy nagyobb rendezvény varrhosszúrétekén, gömri mestereken kívül. A megnyitót követően Neszárdeli Gyulát, Nagy Györgyöt, illetve a kazincbarcikai citerazenei műhely tagjait, Klimon István alpolgármester és Göndör Judit, a Barcika Art Kft. Ügyvezetője köszöntötte. A Karácsonyi Hangulat című tárlattal párhuzamosan nyílt meg egy másik kiállítás a Gyermekek Háza kézműves házban, melyen a Szerencsi Zempléni Múzeum gyűjteményéből 23 tablón több mint 400 régi karácsonyi képeslapot mutat be. A tárlatok 2015. január 6-áig tekinthetők meg a Mezei István Művészeti Központban. A városi kiállítóteremben is új anyag látható. Itt Macskási Izolda festőművész képeit láthatják az érdeklődők. Az Örökké című festményvásárral egybekötött kiállítás január 16-áig tekinthető meg. Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola művésztanárainak rövid előadásával kezdődött az adventi időszak első kazincbarcikai tárlata, mely Macskási Izolda, marosvásárhelyi születésű képzőművész műveit vonultatja föl a városi kiállítóteremben. A festőművész tanulmányait Erdélyben, majd romániai ösztöndíjjal Ausztriában és Bulgáriában végezte. 1968-ban diplomázott, 1971 óta magyar állampolgár. Sejemre festett alkotásai, sejem kollásképei mind Magyarországon, mind külföldön népszerűek. A tárlatot megnyitó Bacsó István, az Izsó Miklós képzőművészeti kör vezetője méltatta Macskási Izolda munkásságát. Mint mondta, művészetében erdélyi motívumok is megjelennek. Az 1945-ben született Macskási Izolda felmenői között kolondifazekosok is vannak. Mondhatjuk, hogy a vér nem vált vízé, hisz művészeti tanulmányai alatt mintázással is foglalkozott. Bravúrus rajztudása tetszett, és ha a képeket megnézzük, ha valaki ért a rajzolásról, akkor látja, hogy hihetetlen lendülettel készülnek ezek a képek. Műveit kiállították már Angliában, Kanadában, Lengyelországban és Bulgáriában. Rendszeresen szerepel Ausztriában és állandó tárlata van Németországban. Mindemellett Magyarországon is rendszeresen kiállít, Kazincbarcikán többször volt már tárlata. A múlt csütörtöki megnyitó végén a közönség együtt énekelt el Macskási Izolda egyik kedvenc népdalát, így méltatva a művészt, aki a megnyitón nem tudott jelen lenni.
Végül Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere és Göndör Judit, a Barcika Art Kft. Ügyvezetője köszöntötte a Macskási Izolda képviseletében jelenlévő Zsuponyóné Újvári Máriát, a Putnoki Gömöri Múzeum vezetőjét, a kiállítást megnyitó Bacsó Istvánt és a Kodály Művészeti Iskola művésztanárait. Az Örökké című tárlat jövő év elejéig, 2015. január 16-áig tekinthető meg a Városi Kiállítóteremben. December 7-én tartották az Adventőr újévig programsorozat első karácsonyváró játszóházát. A Gyermekek Háza kézműves házban 10 műhelyben alkothattak karácsonyi díszeket az érdeklődők. Karácsonyi díszek készülnek különböző anyagok felhasználásával a mezei ház emeletén. A kerámia műhelyben vidám kis hóembert formáznak agyagból, a textil műhelyben piros ablakdíszt varnak filcből, de akár grincsfát is készíthetnek természetes alapanyagok felhasználásával a kicsik szüleikkel. Mivel a december a karácsonyi ünnepkör jegyében telik, ezért a Gyermekek Háza kézműves ház dolgozói e témával kapcsolatos foglalkozással várják a családokat az adventi vasárnapokon. Egész decemberben minden vasárnap karácsonyváró játszóházakkal várjuk az érdeklődőket. A mai nap asztali ajtó és ablakdíszeket készíthetnek 10 műhelyben. A jövő héten a gyertyamártás, gyertyakészítés rejtelmeit szeretnénk megismertetni a gyerekekkel. A 21-e lesz az utolsó karácsonyváró játszóházunk, ott pedig betlehemi bábokat, hagyományos és modern fenyődíszeket készítünk. Aki kihagyta az első karácsonyváró játszóházat, az most vasárnap, azaz december 14-én pótolhatja a lemaradást. A mostani játszóházban különböző színű, formájú gyertyákat és gyertyatartókat lehet majd készíteni délelőtt 10 órától a Gyermekek Háza kézműves házban. A belépőjegy egységes, mindenkinek 350 forint. 15. alkalommal rendezték meg a Superinfo Mikulás kupát a KSK tornacsarnokában. A december 6-ai gálaesten a két főmérkőzésen Józsa Ádám és Pét Norbert küzdöttek horvát ellenfeleikkel. Idén is Thaibox kupával köszöntött be a Mikulás a kazincbarcikai tornacsarnokba. A mérkőzések előtt bemutató harcokra került sor, majd a Flashdance Studio fellépése után kezdetét vette az est érdemi része. A küzdő ese indulói közül Orgona Martin, Hricu Gábor, Csonka Dániel és Halász Rihád Muay Thai kategóriában, míg Lukács Gábor K1-ben szállt a ringbe a győzelemért. Az első főmérkőzésen 81 kg-ban Józsa Ádám ellenfele a horvát Luka Vukas volt. Józsa küzdelmes meccsen egyhangú pontozással győzött. Így összegzésképpen meg vagyok elégedve, hogy a teljesítményemmel. Jól éreztem magam, nagyon örülhettem, hogy egy ilyen közönség előtt bonyolszattam megint itt Barcikán. Bízok benne, hogy a továbbiakban is sikerül készülni, edzenem, a versenyeken szerepelni. A második főmérkőzés Spét Norbert és a horvát K1 bajnok Mirsad Danielic párharca volt, ahol szintén a küzdő ese indulója zsebelte be a győzelmet. Sajnos az ellenfélről nem tudtunk sokat, csak annyit, hogy alacsonyabb nálam, és hogy ilyen tömzsébb lesz, valószínűleg jön majd a beharcolni, ezért igyekeztem sok lábmunkával a távolságot tartani, és ez sikerült is. Az első menetben sajnos nem igazán jött ki a lépés, legalábbis én úgy éreztem, de minél tovább nyomás alatt tartottam a srácot, annál jobban kijöttek, megbeszéltek, így szerencsére sikerült győznöm. A küzdő ese edzője Szepesi Attila noha maximálisan meg volt elégedve a fiúk teljesítményével. Stábunknak elárulta, a két remek és eredményes sportolónak is van még hová fejlődnie. Ádámot is szeretném még jobban, hogyha nem mindig a munkája fele hajlik, és nagyon jól fog neki menni, mert biztos, hogy jól fog, mert nagyon tehetséges, és több is van benne, mint amit most is nyújtott. A Spét Norbi úgy szint ugyanez az izé, ő teljes mértékben ennek áldozza szinte az életét, és úgy néz ki, hogy ez meg is látszik, és a jövőre biztos vagyok benne, hogy a VB-t is megnyeri. A kazincbarcikai indulók mellett a Salgófájt ese, a Rácz Kickboxing Team, a Regim Üllő és az LKB Zágráb versenyzői képviseltették magukat az idei Mikulás kupán. A folytatásban két hétvégi programajánló következik. Lucca napi fitness őrületet rendeznek szombaton a KSK munkacsarnokában. A program során több generáció, 60-asok és fiatalok együtt hangolódhatnak a közelgő ünnepekre egy utolsó nagy közös mozgással. Vasárnap pedig a 3. adventi korzóra várják a közönséget, ahol Király Viktor mellett fellép majd a Magyar Continental Singers és a The Hot Road Band is. Helyszín a főtér, kezdési időpont 16 óra.
Ez volt a KVTV híradója december 11-én. Friss információkkal legközelebb már csak az új esztendőben jelentkezünk. Munkatársaim nevében is áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok. Viszontlátásra! Kedves nézőink, december 18-án 18 órától karácsonyi presszóval várja Önöket a Kazincbarcikai Városi Televízió. Műsorunkban a Zsédával, a Kálai Sandersonvással, a Karamellel és a Koncz Gáborral készült sztárinterjún túl találkozhatnak Kis Csabával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával, de vendégeink lesznek a Gyermekek Háza Kézműves Ház munkatársai, akikkel karácsonyi díszeket fogunk készíteni, és természetesen velünk tart majd Szitka Péter polgármester úr és Klimon István a polgármester úr is, akikkel kicsit rendhagyó módon, de értékelni fogjuk a 2014-es esztendőt. A műsor ideje alatt rengeteg játékkal és még több nyereménnyel várjuk Önöket. Ha tehetik, december 18-án 18 órától tartsanak velünk.